A civil szervezetek önkéntes munkájának közösség összekovácsoló erejét emelte ki Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere a civil és sportegyesületekkel folytatott egyeztetésen. A megbeszélés után elsőként a helyi, kiemelt civil szervezetek vezetői írták alá a támogatói szerződéseket. Az idei évben 500 000 forinttal nő az önkormányzat által biztosított civil keret az egyesületek részére. A napi működéshez, kisebb beruházásokhoz, valamint több városi program megszervezéséhez szükséges ez a keret, mondta Tóth Zoltán, települési képviselő, civil tanácsnok. Egy város életét nem csak az infrastruktúra, nem csak a közszolgáltatások, hanem a lakosság állapota, hangulata is meghatározza. Ebben van nagy segítségünkre a civil szervezetek munkája, működése, hiszen nem csak saját szórakozásukkal foglalkoznak, hanem nagyon sokan segítő munkát is végeznek a város lakói számára. Éppen ezért nagyon fontos minden önkormányzatnak, hogy megfelelő, jó és kommunikatív kapcsolatot alakítson ki a civil szervezetekkel, és ahol lehet, ott támogassa is őket. Ennek kapcsán igyekeztünk az elmúlt évekhez képest egy kicsivel nagyobb támogatást nyújtani a civil szervezeteknek, amely a napi működéshez, kisebb beruházásokhoz, illetve rendezvényeikhez ad támogatást. Több nagyobb szervezetünk is van, így akár a helyi zenével foglalkozó egyesületek, itt több is van természetesen. Ők folyamatosan szerepelnek, városi rendezvényeinken vesznek részt. Ez annál is inkább fontosabb, hiszen ebben az évben ünnepeljük az 50 éves fennállását a városunknak. Ezért aztán nem egy-egy alkalommal ünnepeljük ezt, hanem az egész évben igyekeztünk kiterjeszteni, és egy folyamatos rendezvénysorozatot igyekszünk a dombováriak elé tárni. Ebben vannak egyébként nagy segítségünkre a helyi civil egyesületek, hiszen próbáljuk a lehetőség szerint a helyi erőkkel ezeket az ünnepléseket minél inkább megoldani. Előző évekhez képest a 28,5 milliót felmerő igények alapján fel tudtuk emelni 30 millióra. Ezt követően a sportegyesületekkel volt megbeszélése a polgármesternek. Az idei évben a sportra szánt keretet is emelték 1,5 millió forinttal. A városvezető emellett elmondta, milyen fejlesztések várhatóak a közeljövőben, és az hogyan érinti a sportot kedvelők életét. A Dombóvári Vasutas Egyesület legnagyobb támogatója a város. Ingula Tamás vezető elmondta, hogy fenntartásukhoz elengedhetetlen ez az anyagi támogatás. Nálunk nincsen TAO-s támogatás, tehát az atlétika sportágban ugye ez nem létezik, ezért csak a Magyar Atlétikai Szövetségre és a Városi Önkormányzatra tudunk támaszkodni elsősorban, és ugye a támogatások nagy része innen származik. Az éves költségvetésnek az 50% az önkormányzati támogatásból, egy ilyen 30% pedig az atlétikai egyesület támogatásból van, a többi pedig ugye a tagok, a támogatóink befizetéséből származik. Igazából én azt mondom, hogy probléma nincsen, természetesen azért figyeljük, hogy a Szuhai Sportcentrumnak a későbbi felújítása, vagy annak a fejlesztése az benne lesz a város új terveiben. Erre kaptunk egy-két ígéretet, ezt majd meglátjuk, hogy mi. A futókört azt most én úgy gondolom, hogy nem csak az egyesület, hanem ugye a város bármilyen lakója használhatja, és azt látjuk, hogy azért elég sokan ki is használják ezt a lehetőséget. A dombóvári karatesuli története egészen 1975-ig tekint vissza. A karate magyarországi megjelenésével egy időben, ebben az évben, Tolna megyében elsőként jelent meg ennek a különös sportnak a művelése Dombóváron is. Majd az 1990-es évek kezdetétől csökkenni kezdett az érdeklődés. Változást a jelenlegi vezetés hozott 2005-ben. Azóta töretlen a sikerük és egyesületi formában való működésükhöz szükséges a város támogatása is. Egy ünnepélyes aláírásra hívott meg bennünket Dombóvár város vezetése, polgármester úr, és itt lényegében Dombóvárnak az élsportolóit képviselő egyesületeknek a vezetői voltak jelen. Itt voltak az atléták, itt voltak a kosárlabdázók, futballisták, az úszók képviselő, és természetesen mi is itt voltunk. Lényegében ez az öt egyesület, ami jelenleg Dombóvárnak az élsportját jelenti. Egy kellemes hangulatú megbeszélésen vagyunk túl, ahol a napi problémákat is átbeszéltük, és a polgármester úr részéről egy rövid kitekintést kaphattunk az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan. A támogatásra vonatkozóan
Én úgy láttam és úgy hallottam a kollégáktól, hogy mindenki körülbelül az előző évi szintet kapta meg, és ez a jelenlegi körülmények között biztató. És hát polgármester úrtól hallottuk azt is, hogy az összes sporttámogatás az idei évre, ha nem is sokkal, de valamennyivel növekedni tudott az előző évekhez képest, ami szintén üdvözlendő. Az idei évben a dombovári karate élet egy 45 éves jubileumához fog érni, ami viszonylag egy kerek évszámnak számít, és ennek kapcsán november 28-án lesz egy versenyünk, amire már most szeretnék meghívni mindenkit. Ez egy meghívásos nemzetközi verseny lesz. Határon túlról fognak ide érkezni Erdélyből és a Vajdaságból szerbiai magyar egyesületek, és egy elszármazott magyar edző, aki Svédországba alapított egyesületet, ő is már jelezte, hogy itt lesz a csapatával. Körülbelül egy 25 egyesületre lehet számítani, közel 300 versenyzőre. Hát reméljük, hogy el fogunk férni a Szuha Sportközpontban. Addig természetesen tesszük a dolgunkat, járunk versenyre. A tavalyi évben 19 versenyen voltunk Európa-bajnokságon, világbajnokságon. Az idei évben a koronavírus miatt április elején, ami lett volna Bosznia-Hercegovinában, Európa-bajnokság az törlésre került, de szerintem én nagyon bízom benne, hogy tehát mindenki talpra tud állni, és tényleg a feladatokra, a sportra tud koncentrálni. Fontos, hogy a gyerekek a motiváltságukat ne veszítsék el, és ezt a motiváltságot a versenyeken keresztül tudják visszaigazolni számukra, hogy ők valójában hol tartanak, ki hányadik helyezést ért el, ki milyen érmet szerzett, és hát nagyon-nagyon remélem, hogy november 28-ára már mindenféle külső körülmények zavarásától mentesen tud mindenki készülni, és egy jó hangulatú versennyel tudjuk az idei évünket zárni. Folyamatosan nő a civil szervezetek által megvalósított rendezvények minősége, és a bevont személyek száma is növekedés mutat Dombóváron. A civil szervezetek olyan munkát végeznek, amelyeket az állam, a hivatalos szervek nem tudnak, vagy nem is hatáskörük ellátni. A civilekre, a döntéshozóknak is oda kell figyelniük, és támogatniuk kell őket, emelte ki Pintés Szilárd polgármester. Azt gondolom, hogy a város életében civil szervezetek és sportszervezetek nagyon fontos szerepet töltenek be. Lehetőség szerint évről évre kell támogatni őket, és a mai nap folyamán is a civil és a sportszervezetek vezetőivel írtuk alá ezt a támogatási szerződést. Örömteli mindkét esetben, hogy sikerült a támogatás összegét emelni. A bejövő igények alapján 28,5 millióra 30-ra tudtuk emelni a sportkeretet, a civil keretet pedig 2,5 millióról 3 millió forintra. A sportkeret tekintetében 19 szervezet volt érintett, akik meghatározói szereplői a város sportéletének. Ezek közül is a kiemelt öttel írtuk ma le ünnepélyes keretek közt ezt a szerződést. Nyilván azt gondolom, hogy az atlétika, a karate, a kosárlabda, a foci, ez, illetve az úszó egyesület, ezek önmagukért beszélnek, hiszen a legnagyobb tömeget megmozgató sportszervezetek. A civilek esetében szeretném kiemelni, és pont az előbb egy kicsit viccelődtünk is rajta, amikor írtuk alá, hogy nagyon fontos, hogy példát mutassanak a fiataloknak, ezt a harcot ők vívják meg, hiszen sajnos egyre kevesebb fiatal akar részt venni a civil társadalom és közösségbe. Önként nagyon kevesen vállalnak fel munkát. Én azt gondolom, hogy példa nélkül ez megoldhatatlan lenne, és mi arra biztattuk őket, és jó magam is, hogy igenis, ameddig erejük és szabadjuk engedi, ennek a kívásnak tegyenek eleget. Azon túlmenően, hogy anyagban támogatjuk ezeket a szervezeteket, nagyon fontos, hogy térítésmentesen használhatják az ingatlanokat. Tehát gondolok az úszodára, a Szuhai Sportcentrumra, ezek mind-mind olyan kiadások lennének számukra, amelyek nem feltétlenül biztos, hogy elő tudnának teremteni forrás oldalról. Öröm számomra is sikerült megosztanom a sportegyesületek vezetőivel azt a koncepciótervet, amely alapján elkészülhetne Dombováron egy új szabadidő és sportcentrum. Ez a központ vagy centrum járási szintű kiszolgálásra lenne képes. Ebbe kapna helyet egy új sportcsarnok, egy úszoda, egy tekepálya és egy lőtér is épülhetne bele. Azt gondolom, hogy országosan is példaértékű lenne, hogy ez a komplexum Dombováron megépülhetne, és nincs olyan sportegyesület, amelyeknek a munkáját ez ne támogatná. Illetve azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az Éhes Gyula és az Apácai középiskola tekintetében is a tornacsarnok problémák megoldódnának, hiszen mintegy 500-500 méterre található mindkét intézménytől ez a tervezett sportlétesítmény. Dombováron közel 50 civil szervezet és majdnem 30 sportegyesület működik.